A Varga Balett intenzív tánctáborának Makón a Kálvin téri református általános iskola adott otthont. A 94 jelentkező több korcsoportban napi 4 kurzuson vett részt. A képzés célja, hogy a gyerekek különböző technikákat és táncstílusokat ismerjenek meg. Igen, nagyon örülök annak, hogy itt a Kálvin téri református általános iskolában tudtunk egy olyan biztonságot, és az iskola vezetősége befogadott minket, hogy 4 helyszínen tudunk szinkronban dolgozni, 2 balettteremben és 2 tornateremben. És ugye a gyerekeket szétbontuk életkori sajátosságok ment. A kisebbeket, nagyobbakat, és így korcsoportokat alakítottunk, egy gyermekkorcsoportot, serdülőkorcsoportot, junior és ifjúsági. Tehát 4 korcsoport, napi 4 kurzus volt, és így forgó rendszerben nagyon sokat dolgoztak a gyerekek. A foglalkozások keretében így a klasszikus balett mellett kortárs modern táncot és különböző gimnasztikai és nyújtási technikákat ismerhettek meg a táncosok. Varga József meghívására Czár Gergely és Horváth M. Gergő a szegedi kortárs balett, valamint László Lívia és Nemes Roland a szegedi Nemzeti Színház táncművészei tartottak órákat a gyerekeknek. Azért vagyok itt, hogy a kortárs és modern tánc technika irányába fejlesszem és nyissam a gyerekeket. Ez volt a közös cél Józsival, hogy ebbe az irányba szeretné őket fejleszteni, mert szerintem nagyon fontos, mert ha most a profi oldalról nézzük, a professzionális tánc oldaláról nézzük, akkor ez a domináns irány, most így akár a magyar táncéletet, akár a nemzetközi táncéletet nézem, a jó tudás alapú, klasszikus balett alapú, de mégiscsak modern és kortárs tánc irány az, ami nagyon menő. A kurzusra a kezdők és a már tapasztaltabb növendékek mellett érkeztek olyanok, akik jelenleg a Győri Tánc és Képzőművészeti Szakközépiskola, sőt a Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatói. Nagyon szeretek ide visszajönni, nagyon szeretem a társaságot, és szerintem mindig tudok fejlődni, illetve nyáron nagyon jó, hogy van ez a kurzus, mert átmozgat, és frissen tudom kezdeni a szeptembert. Említetted, hogy visszajönni, ez azt jelenti, hogy te már nem Makon tanulsz, de ha jól tudom, akkor a tánc maradt, ugye? Igen, Győrben tanulok egy művészeti iskolában. 9 éve kezdtem itt Makon Józsi bácsinál. Nagyon szerettem a testmozgást, és amikor meghallottuk, hogy van balettoktatás Makon, akkor emlékszem, hogy benéztünk egy nyílt napra, és nagyon megtetszett. És akkor így elkezdtem. És azóta is maradt, és akkor Pesten jársz főiskolára, neked mik a céljaid a tánccal? Nos, hát én mindenképpen modern irányba szeretnék menni, persze klasszikus balettot is szeretném ezt mellette. Te is Pestre jársz a táncművészeti főiskolára, de rendszeresen visszajársz, és szeretettel jössz vissza ide a táborba. Mi az, ami visszahoz? Hát nekem is a társaság, a jó hangulat, meg jó érzés, hogy így igazából visszahívnak, így keres Józsi bácsi, egymást keressük. Csütörtökön délután a tábor résztvevői egy flashmobban lepték meg a makóiakat és a hagymatikumba érkező vendégeket. A különleges produkcióban a legkisebbek is részt vettek. Nagyon jó volt, én szólóztam is egy egykezes cigánykereket. Amúgy egy előre boglit kellett volna, csak a lábam megsérült tegnap előtt, és így nem bírtam. Run it back, you can